6. alkalommal írják ki ezt a pályázatot. A cél most is ugyanaz, mint kezdetben. Felszínre kerüljenek azok a megyei termékek, szolgáltatások, amelyek innovatív erővel bírnak, tehát újdonság erejével bírnak, és olyan innováció van a létrehozásuk során, ami talán a jövőbeni sorozatgyártást is előrevetíti, és hát mindig azt próbáltuk értékelni a pályázat eredményei. Ezt mutatják, amelyek valóban az újdonságot hordozzák magukban. Bárki bármilyen szakmában megmérettetheti magát. Eddig igen sok színű volt a díjazottak sora. Vannak, akik pár éve indították el vállalkozásukat, mások több évtizedes fejlesztéssel jelentkeztek. Egyéni vállalkozó is szerepelt a díjazottak közül, ha építményekről beszélünk, akik egy műemléképületnek a rekonstruálását végezték el, és ez nagyon színvonalasan sikerült. De meg kell, hogy említsek egy olyan Experi bárnak nevezett terméket, amely rendezvényeken az ital kínálását teszi látványossá egy új látványelemmel, ahol a bor kínálás több, tehát egy ilyen szökőkútszerű formában történik. De hogy a környékünkből is említsek egy-két példát, például az elmúlt esztendőben a Dusnoki Székhelyű Sportfish Kft. Szigetelő könyökeit díjazta a zsűri, annak okán, hogy ez egy hiánypótló termék. Még közel 2 hónap van a benyújtásra. A kamara a Búzapiac téri székházába lehet bevinni a pályázatokat, illetve postai úton vagy e-mailben is el lehet juttatni. Akik valamilyen innovációban gondolkodtak, azok elkészítsék akár a prototípust, vagy egyáltalán összeállítsák az anyagot. Nagyon egyszerű pályázati lapot kell kitölteni, és ezt kell beküldeni, ami nem mozdítható természetesen, azt egy fotodokumentáció kíséretében, de igazából egy oldalas pályázati leírással már be lehet küldeni a pályaműveket. Az idei esztendőben augusztus 14-ig várjuk ezeket a pályázatokat. A megyéből érkezett pályázatok közül szakértő zsűri választja ki a leginnovatívabb, legigényesebb pályaműveket.